Csökkent a regisztrált álláskeresők száma itthon, a munkanélküliségi ráta minden régióban alacsonyabb az elmúlt évekhez képest. Szabolcs megyében is. Erősítette meg 35 perc című műsorunkban a megyei kormány megbízott. szabolcs szatmár megyében 2010-ben a 18 ot meghaladta az álláskeresőknek a száma, addig már ez a szám a 9 alá csökkent már, tehát nagymértékben több tízezer fővel csökkent az álláskeresőknek a száma szabolcs szatmár megyében. Emellett a foglalkoztatási ráta is nőtt, hogy ez a kettő egymással párhuzamosan mozog, de ami számunkra inkább fontos, és mindenkinek a figyelmébe ajánlanám, hogy a foglalkoztatási ráta tekintetében szabolcs szatmár megye már nem sereghajtó. 4 millió 445 ezer embernek van munkája itthon a hivatalos statisztikák szerint. Az elemzők azt írják, a magyar munkerőpiacon ezt az aktivitást a bíremelkedés is hajtja felfelé, de mindeközben országos szinten 55 ezer betöltetlen álláshely is van. A szakember hiány tehát mindenhol megjelenik, ezzel párhuzamosan sok olyan cég is van, ahol el a munkaerő. Szabolcátnál Bereg megyében 27 ezer regisztrált álláskereső van, akik jelenleg nem tudnak elhelyezkedni a munkaerőpiacon. A végzettségüket tekintve viszont a helyzet, a kép az jóval szomorúbb. Ezeknek az embereknek több mint a fele az maximum 8 osztályjal rendelkezik. 21%-a valamilyen középfokú képzettséggel, szakmunkás képzettséggel, és ugye ezen túlmenően nagyon alacsony arányban szerepelnek azok, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy valamilyen technikusi végzettséget szereztek. Tehát magának a, a, munkaerő hiánynak az is azok a többek között, hogy akik munkát keresnek, azok nem rendelkeznek olyan végzettséggel, nem rendelkeznek olyan képességekkel, amilyenre egy-egy munkahelyen szükség lenne. Az un uniós finanszírozású foglalkoztatási programok egy része éppen az átképzésekre, képzésekre fókuszált tette hozzá a kormány megbízott. Ezek között a hátrányos helyzetű csoportokat támogató út a munka világába programban országosan 12 ezer ember vehetett részt eddig. Kiemelte továbbá az ifjúsági garancia programot is, amely 11 ezer fiatalt segített újabb képzettséghez egy második szakmához. Ezek a képzési programok a munkaerőpiaci igényekhez igazodnak.